2000 évvel ezelőtt élt pásztoroknak szól. Ez az üzenet nekem és neked szól. De én soha nem hallottam Istent hozzám beszélni. Istentől soha nem kaptam személyes üzenetet. Persze hiszek Istenben, ahogy mások is. De soha nem szólított még meg. A karácsony számomra hagyomány. Minden évben gyermekkorom óta megünnepeltük. Meggyújtottuk a gyertyákat az adventi koszorún, sütöttünk Diós és Márkos bejét, karácsonyfát állítottunk. És karácsonykor mindig elmentünk a templomba. Mindig. De azt soha nem gondoltam, hogy Istennek konkrétan számomra is van üzenet. Mindig is azt hittem, hogy Isten csak a szenteket szólította meg, hogy a régi kor embereit. Biblia szereplőit. Vagy a papokat. De nem engem, nem egy olyan átlag embert, mint én. Csak nem szólít meg egy olyan hétköznapi embert, mint én. De a Biblia azt tanítja, hogy Isten kijelentette magát minden embernek. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Napnak mond beszédet, éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, melynek hangja nem hallható. A teremtés által Isten szól. Mindenkihez. De Isten nem csupán a világ teremtése által jelentette ki magát. Ki jelenti magát az ő fia által is. Ézsaiás próféta azt írta, hogy egy gyermek születik nékünk. Fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészed, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, és békesség fejedelmének. Nékünk. Egyszerű embereknek. Akik átlagos életet élünk, nékünk született a gyermek. Amen.